Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! De végül megcsinálom ma ezt a videót, ugye ma péntek van, holnap fog felkerülni. 12 nappal ezelőtt hozzáfogtam egy palánt a kísérlethez, három tálcában, itt az egyik ott van, a két másik hogy kiderítsem, melyik a legjobb palánta nevelő módszer, mivel lehet a legszebb palántát elérni. Csak biológiai módszereket teszteltem, tehát műtrágya, meg egyéb ilyen dolog nem szerepelt a tesztben. Aki a videót nem látta, majd a videó végén, ennek a videónak a végén lesz egy felugró ablakot visszanézheti. A lényeg az, hogy három tálcára vetettem paradicsom magot, paradicsommagot, paradicsom magot, 6-6 darabot, hogy egy átlagot is nézhessünk, tehát ne legyen, ugye palánták között is van, még jobban nő, kevésbé gyorsan nő, stb. Tehát szerettem volna egy átlagot nézni, úgyhogy 6-6 teljesen egyforma magot vetettem, mind a három palántázó tálcáról, ki esetleg nem látta azt a videót és mindegyiket másképp kezeltem. Ez, amit előttünk van, ez az a tálca, 12 napja, ha jól számolom, volt eltéve, amiben csak fertőtlenített palánta föld volt téve, azért fertőtlenítettem, hogy minden külső behatást úgymond elimináljak, tehát kiszedjek a, a látómezőből. Ezek most ekkorák, 12 nap után ezek a palánták. Egészségesek, szépek, mindegyik szépen kikelt, a következő palántázó tálcába viszont már a palántákat giliszta trágyával locsoltam, ez egy saját készítmény, a saját kis, hát nevezhetjük, giliszta farmon terméke. Vízben oldott giliszta trágyával locsoltam ezt a rekeszt. Tegyük egymás mellé figyeljük meg, nem tudom, hogy látunk-e bármi nemű különbséget. Én egyértelműen azt mondom, hogy kettőször nagyobbak a giliszta trágyával locsolt palánták, mint a sima, egyszerű vízzel locsolt palánták. Ha megfigyeljük, most 6 darabnál azért már átlagot is nézhetünk, itt ebből a hatból a még sima palántaföld és víz, elmondhatjuk, hogy egy 2, 3 és mondjuk fél olyan paradicsom van, aminek már sziklevélen kívül a rendes levele nő. Míg a giliszta trágyával locsolt paradicsomoknál, ha megfigyeljük, a 6 palántából már 1, 2, 3, 4, 5 olyan van, aminek rendes levele is jött, ez még szikleveles elnézés, de ez amúgy valamivel küzd, mert ugye három levele van, ami eleve furcsa. hogy lehet ez egy ilyen génhibás magocska. És sokkal előre haladottabb állapotban van, azért figyeljük meg a méret különbségeket. Megpróbálom így különböző szögekben is megmutatni, hogy azért meg tudjuk ítélni, hogy mi az ábra. Én azt mondom, hogy egyértelműen látszik a trágyának az előnye már ilyen picurka palántakorban is. Gyaníthatóan az igazi előnye most következne, tehát akkor, amikor már a hagyományos levelek kibújtak és elkezd komolyabban fotoszintetizálni a növény. Miért teszem fel mégis ilyen korán ezt a videót? Hát azért, mert már sokan elkezdik például a paprikát, a padlizsánt palántázgatni, és szerettem volna még idejében megmutatni, tehát hogy ne csúszanak úgymond le róla, hogy bizony Gilisztatrágyás locsolásnak nagyon komoly előnyei vannak. Hasonlítsuk össze ezt például ezzel. Tehát azért égés a föld. És a harmadik és egyben utolsólag tesztelt biológiai anyag egy úgynevezett mikoriza gomba volt. Ezt is megmutatom. Ugye, aki a videót nem látta, két készítményt használtam. A következő tálca hat palántájából a jobb oldali hármat ezzel, még a baloldali hármat ezzel a mikoriza gombával fertőztem meg. Ugyanúgy fertőtlenített palántaföld, és sima vízzel locsoltam, tehát semmiféle trágya, csak a mikoriza juttattam a talajba. Még egyszer mondom, vissza lehet nézni ezt a videót. A mikoriza egy olyan gomba, ami szimbiózisba él a növénye, hozzá tapad a gyökereihez és anyagot cserél vele. Tehát a gomba segít neki felszedni a tápanyagokat a földből, cserébe a növény ellátja őt cukorokkal. Na nézzük meg, hogy... Hát azért ez nem semmi. Tessék megfigyelni, mikor íz a gomba, és sima víz, semmit trágya. Mondjuk ez itt ez a legnagyobb Trágya, giliszta trágya, de semmi más. És mondjuk ez itt a legnagyobb, ha semmi nincs. Na most összevetve, legyük legnagyobb mikor a legnagyobb, a legnagyobb a semmi, tehát csak palántaföld. És nézzük meg a legkisebb mikorizagombát. Tehát itt közben kibújt egy második, említettem, hogy két-két magot tettem mindegyikbe. A legkisebb mikor a gombás, hát így szemre, hát nem is tudom, hogy ez, vagy inkább ez. Hát legyen mondjuk ez. Összevettem a legkisebb trágya nélkülivel, azzal, vagy ezt összevettem mondjuk a legkisebb, leggyengébb, sima, csak trágya, vagy akár ez. Én azt mondom, hogy egyértelmű az eredmény, ha valaki kételkedik is abban, hogy a gombák segíthetnek nekünk tökéletes parántát nevelni, ellent kell mondjak neki. Én több mindent kipróbáltam, hogy az évek alatt én most már egyértelműen kimerem jelenteni, hogy a növényeknek egy ilyen segítőtárs, mint egy gomba a föld alatt, ami egy teljesen természetes dolog, benne van az erdő, mező, talajában, többet segít, mint a legjobb trágyának titulált trágya, és iszonyatosan sokat segít abban az esetben, ha mondjuk kiélt földben dolgozunk. Ez ugye híven szimulálná például azt a helyzetet, amikor egy agyonművelt kertbe teszünk növényeket, ugye gyengén fejlődnek, gyengén képesek dolgozni, mert nincs idézőjelbe élet a földben, nincsenek meg azok a gombák, azok a, hát akár baktériumok is, hiszen fertőtlenítve volt a talaj, amelyekre a növénynek szüksége van. És ugye itt van az a talaj, amit a kicsi kezemmel ugye megfertőztem, benne van a gomba, benne van az élet, és nézzük meg, hogy mit szül az élet. Az élet életet szül. Egyértelmű. Tehát ezen nincs mit, nincs mit vitatkozni. Megmutatom egy kicsit más szögből is, talán így jobban látható. Mind a hat darab palánta már a nagy nagyleveleit hozza, egy sincs már sziklevélbe. Mindegyik jóval, nagyobb, erősebb, előrehaladottabb, mint akármelyik trágyával, vagy egyáltalán nem kezelt növény. Ö, legközelebb nem tartom kizártnak, hogy kombinálni fogom, hiszen a gomba az, ami segít felszedni a tápanyagokat a növényeknek hát most már szerintem mindenki elhiszi. Viszont ugye a palántaföld meg tipikusan tápanyag szegény föld, úgyhogy én azt hiszem, hogy amikor a paradicsomjaimat tenni fogom, akkor kombinálni fogom, mikor izagombát fogok tenni, és gilisztatrágyával fogom locsolni. És szerintem iszonyat jó palántáim lesznek. Még annyit, hát egyáltalán nem reg semmi közök, semmiféle reklámot, senki nem támogat semmit két különböző mikor gombát vettem én meg. Ebben a háromba ez a porított spóra van, tehát ez a nagyon porszerű, por jellegű porított spóra. És ebben a háromban ez a drazsé szerűen árult spóra van. Így első ránézésén azt mondanám, mintha ez jobban muzsikálna. Tehát egyértelműen az az érzésem, hogy ez a részleg jobban teljesített, mint ez a részleg, de ez már egy teljesen más tál A lényeg az, hogy én azt mondom, hogy a természetnél jobb módszer nincs. A természet gombákkal, élőfölddel támogat egy növényt, és ez, ez verhetetlen, ennél jobb módszer nincs. Hát nagyon köszönöm annak, aki lekövette ezt a három videót, ami ugye lépésről lépésre mutatta az eredményét ennek a tesznek. Nagyon köszönöm mindazoknak, akik támogatják a csatornát, aki a jövőben szeretné a videó alatt a csatlakozom gomb megnyomásával megtudhatja a részleteket. És nagyon köszönöm mindazoknak, akik hétről hétre figyelnek. Remélem tudtam segíteni. Én Drágának találom ezt a mikorizagombás módszert, ugyanakkor, ha valaki nagyon kedveli a hobbiát, és tényleg ad arra, hogy jó legyen a palántája, szerintem hamarabb vegyen inkább ilyet, mint bármilyen idézőjelbe legjobb trágyát, sokkal több haszna lesz. Még egyszer köszönöm, egy kellemes hétvégét kívánok! Viszlát!